Sziasztok! Ma az Aperture-nek a B7C izzóiról, villanykörtéiről fogunk beszélni. Ezek nem a nagyszüleidnek a tipikus régi villanykörtéi. Nagyon brutál ez a kis eszköz, ugyanis tökéletes szint ad bármilyen RGB, bármilyen Kelvinen keresztül, el fogok mondani mindent, amúgy lehet használni úgy is, hogy áramról megy, de van benne egy nagyon tartós akkumulátor is, és minden szenárióban, hogyha gondolkozunk azon, hogy használjunk ilyesmi fényeket, ez a tökéletes választás, és 79 euróért igazából egy rablás. Na de most jöjjön az intro, és mindent átbeszélünk. Kezdjük el! Menjünk végig a specifikáción, ez egy teljes alumínium ház, amin van, és egy plastik műanyag diffúzor van, ahol ugye a fény jön ki. Nagyon egyszerű gombok vannak rajta, bekapcsoló és dimelni, tehát hogy milyen erős legyen, viszont ha kétszer nyomjuk meg a bekapcsoló gombot, akkor válthatunk a módok között, és akkor különböző fény fog adni. Viszont van hozzá egy alkalmazás, erről mindjárt fogok is beszélni, amivel nagyon jól lehet kontrollálni. Passzív hűtése van, tehát nincs benne semmilyen ventilátor, de nincs is rá szükség, hiszen nem melegszik fel, remekül működik, jól van összerakva, és amúgy meg bármilyen E26-os, E27-es csatlakozóba be lehet rakni, és pontosan azt csinálja, amit kell, hogy mit is, a háttérben, ahol szeretnénk, úgyis ilyen elmosott mostanában a háttér, lehasználok sokféle fényt, megmutatom, hogy milyen ez, hogyha a háttérben van. Várjatok! Ott van, milyen kis cuki, és pont ennyit kell tennie, hogy ott legyen, ahova mi szeretnénk rakni, és pont olyan fényt adjon, amit mi szeretnénk. Én most 5600 Kelvinen állítottam be az összes fényemet, a kamerán is, az A7S3-on is, amiről amúgy van egy videó, ha nem láttad, azt nézd meg. Mindent erre állítottam be, és nincsen, ami a lényeg, semmilyen ilyen flikkelés, vagy tudjátok, amikor egy pulzál bele valamilyen rossz fény. Ez erre van, hogyha már mondjuk van egy főfényünk, vannak más fényeink is, és szeretnénk használni különböző hangulatok megteremtésére egy fényt, akkor 79 euróért ez egy nagyon jó ár, és nyilván, hogyha ebből meg többet érdemes venni, nálam is van most amúgy 2 darab, akkor fel tud menni az ára, van egy ilyen 8-as csomag, amiben meg lehet menni, hogyha most azt nagyon gyorsan összeadjuk, ugye 8x8 az 64, tehát 640 euró, olyan 200 ezer forint, de ezt egyszer megvesszük, és utána hosszú-hosszú évekig, vagy akár még tovább jó lesz, és mivel ugye az alkalmazás, amiről mindjárt beszélek, folyamatosan frissül, egyre több képességük lesz, és ha már a képességeknél tartunk, nem csak ugye a fehérnek 2000 Kelvintől 10.000 Kelvinig tudja adni a pontos olyan színhőmérsékletét, hanem az RGB, tehát a színeknek bármilyen spektrumát meg lehet csinálni, és ha mondjuk dolgozunk egy sportcsapattal, akinek vannak színei, és akkor térek át az alkalmazásra, az alkalmazásnak van egy olyan funkció, hogy rámegyünk arra a konkrét színre, és pontosan az fog megjelenni a fényeinkben is, és amúgy nem csak a B7C-be, tehát ugye ebbe a villanykörtébe, hanem hogyha más Aperture terméket, vagy a Sidelusting-kel kompatibilis terméket használunk, akkor ezt mind meg tudjuk vele tenni, ami fantasztikus, és össze van szinkronizálva, tehát ha mondjuk ezt a 8-as csomagot vesszük meg, és valamilyen stílusra, vibe-ra hajtunk, akkor igazából egy gombnyomással folyamatosan megváltoztathatjuk, ahogy használhatunk effekteket is, ugye ezek a tipikus, hogy rendőrautó, tűz, vagy mondjuk tévé, ahogy jön, és nem lesz az, hogy valamilyen rossz szín jön ki. Amúgy az összes fény, amit lekutattam, vagy használtam, ennek a legjobb az SSI 75 az értéke, ami, ha nem is mond semmit, azt kell tudnotok, hogy ez nagyon-nagyon jó, igazából nincs is másnak ilyen. Ha valami negatívat szeretnék mondani, akkor az, hogy a Magenta Tint Control külön nincsen az alkalmazásban, lehet, hogy majd egy szoftver frissítésben lesz, és ha valamiért ilyen
9000 Kelvin fölé megyünk, akkor lesz egy kis magenta felé húzás, de igazából ezt, hogyha mondjuk egy komolyabb profilba veszünk fel, én ugye a Sony A7S3-on S-Log 3-at használok, ezt egy nagyon egyszerű színkorrekcióval elmentünk egy presetet és meg lehet oldani, de amúgy szerintem ritka, hogy 9000 felett vesz fel valaki. Beszéljünk az akkumulátorról egy kicsit, hogyha teljes fényerőn használjuk, akkor is egy 70 percet bír, viszont hogyha mondjuk egy alacsonyabb, dimeltebb, mondjuk 10-20%-os fényerőn használjuk, akkor 20 órát bír egy töltéssel. De ugye, ahogy mondtam, lehet is áramforráshoz csatlakoztatni, és akkor meg ugye végtelenségig tud menni, hogyha mondjuk egy olyan foglalatba tesszük be, egy olyan lámpatestbe, akkor onnan kapja az áramot, és ameddig használjuk, hogyha mondjuk napokon keresztül ugyanazt a szedben vagyunk benne, akkor működik. És plusz egy dolog, hogyha ezzel a 8-as csomaggal mész, akkor az a baromi jól néz ki, egy ilyen igazi jó kis fotós, videós, nagy, masszív táska, és az amúgy töltés az összeset, tehát hogyha végzünk, belerakjuk, feltöltés, ugye ha mondjuk nem a legerősebben használjuk, erősebb fényerőn, akkor ugye 20 órát azért talán nem forgatunk egy nap. Az alkalmazást már sokszor említettem, úgyhogy menjünk bele, eleve gyönyörűen van megdizájnolva, ez az Aputure csapatnak egy ilyen side projektje, side, mert side uszlink, na jó, a hülye szóvicceket hagyjuk, gyönyörűen van megdizájnolva, pontosan lehet használni, összeszinkelni, minden fényünkkel szinkronizálni, akár hogyha csak mondjuk valamilyen Kelvint szeretnénk CCT módba beállítani, ha az effekteket szeretnénk használni, és az is lehet, hogy hogy működjön az effekt, tehát érzi, hogy hol van az egyes fény, és nem az lesz, hogyha mondjuk a cop car, tehát ugye a rendőrautót szeretnénk használni, hogy minden egyszerre pulzál, hanem tudja, hogy arrébb van az egyik és a másik, és akkor valahogy a szinkronizálás úgy indítja el az effektet, hogy még élethűbb legyen az egész. Fantasztikus, és ahogy mondtam, ugye folyamatosan frissítik az alkalmazást, tehát jöhetnek új és új funkciók. Én néhány hete használom ezeket a fényeket, néhány produkcióba, nagyon jól jöttek a háttérbe, pont ahogy elmondtam, és fantasztikus használni. Pont arra jó, amire tervezték. Ez nem a fő fényünk, nem egy hairlightnak való, de hogy azt az atmoszférát megteremtsünk az adott térben, hogy használjuk így háttérbe, és nagyon könnyen összeszinkronizáljuk. Erre tökéletes, és szerintem a 79 eurós ár egy nagyon jó kategória. Nyilván, hogyha most kezdesz, nem ez lesz az első fényed, amit megveszel, de hogyha már van néhány, akkor ez egy jó befektetés, ami hosszú-hosszú ideig biztos, hogy időtálló lesz, és megtermeli az árát. Vissza fog jönni az a kényelem és az a magas minőség, amit így tud csinálni, hogy nem lesznek már ilyen vibráló, rossz képek, mert nem olyanok a fények, és nyilván egy ilyen YouTube-os vlog setup-ban ezt mindig el szoktam, az audio a legfontosabb, már elég jól hangkezeltem az akusztikáját a szobának, nyilván fontos, hogy egy jó géppel vegyünk fel, legyen egy alap fényünk, én szeretem ezt a vibe-ot, egy kicskét ilyen dark, hogy az egyik fele az arcomnak ugye világosabb, másik sötétebb, de itt ugye nem csak már kintről, hanem betettem egy másik fényt is, hogy adjon nekem egy ilyen accent hairlightot, vagy ilyen 3D hatás jön ki. Használok ugyanúgy két fényt, hogy megcsinálok egy hangulatot a szobára. Vannak azok a gagyi amazonos ilyen 10 eurós ilyen kör lámpáim, LED fényeim, hogy még érdekesebb legyen a háttér, de az biztos, hogy ezeknek az Aputure B7C lightbulböknek nagyon megvan a helye abban a videókészítésben, hogyha nagyon sok ilyen szettet használunk, ami alatt azt értem, hogy különböző helyszíneken forgatunk, ahol fontos, hogy kontrollált fényeink legyenek. Ha most találkoztunk először és megnézted a videót még így vagy, nagyon köszönöm, hogyha tetszett, akkor nyomj egy like gombot, iratkozz fel és a csengőt is nyomd be, jövök nagyon sok behind the scenes-es videóval, tutoriállal, és most rengeteg terméket fogok bemutatni, úgyhogy ha érdekelnek az ilyenek, tényleg mindenféleképpen nyomj arra a gombra. Ha meg még mindig itt vagy és nem tetszett a videó, hát köszönöm, hogy megnézted. Remélem találkozunk még. Szia! Sziasztok!